Racine, François Bonnet du site Mediapart en France et on passe à la deuxième présentation de cette première table ronde avec Chamberlé Derrer qui va nous présenter la plateforme K-Monitor. Üdvözlök mindenkit, Lederer Sándor vagyok a K-Monitortól, és leginkább a szervezetünkről szeretnék beszélni, bemutatni a tevékenységeinket. Alapvetően három dologgal foglalkozunk, mindegyik valamilyen módon a korrupcióellenes tevékenység, vagy a korrupcióellenes civil szervezetként jöttünk létre. Az egyik, az első az civil érdek érvényesítés, tehát az, hogy törvényeket véleményezünk, esetleg bizonyos témákban próbáljuk a kormányzatot valamilyen törvénymódosításra, törvényalkotásra rábírni, szakmai anyagokat készítünk. Folytatunk kutatási tevékenységet is. Például egy regionális kutatást csináltuk a közbeszerzési rendszerek átláthatóságára, egy másik regionális kutatást a közérdekű bejelentők védelméről, részt vettünk a Transparency International-nek a nemzeti integritás tanulmányába, és jelenleg az Európai Bizottságnak az antikorrupciós jelentésében veszünk részt, mint országszakértők, és a harmadik téma, amik ilyen nyílt, leginkább nyílt kormányzati adatokhoz, illetve egyéb adatbázisokhoz kapcsolódnak. Igazából ez az, amivel az egész K-Monitor indul. Ez konkrétan ez a honlap, és ennek az a története, hogy amikor én befejeztem az egyetemet, akkor és néhány barátommal azon tűnődtünk, hogy mit kezdjünk magunkkal, akkor volt néhány téma, ami érdekelt, a korrupció volt az egyik, és annak idején Magyarországon nem nagyon voltak olyan civilek, akik ezzel foglalkoztak, és nekünk akkor az volt az ötletünk, hogy az volt, ami különösen fájt, hogy nagyon nehéz agregáltan korrupcióval kapcsolatos információkhoz jutni, és volt egy egész konkrét ügy akkoriban, ami kapcsán ez fölmerült, ez a belvárosi ingatlan Panama volt, biztos sokan hallottak róla, amikor a 6.-7. kerületben nagyon nagy mennyiségben elkezdtek műemlékházakat lebontani. Igazából ezt gond nélkül meg lehetett tenni. Most ugyan az egyik fő kolombos már elhunyt, a másik ellen pedig aztán eljárás folyt, el is ítélték, de nagyon sokáig azért ők szabadon garázdálkodtak, és minket az háborított fel, hogy lehet az, hogy a választásokon ezeket a politikusokat gond nélkül újra választják, és az emberek nem is tudnak ezekről a történetekről, nem is érdekli őket, illetve hogy vajon Magyarországon hány hasonló eset lehet, amiről mi sem tudunk, mert egyszerűen nyilván vidéki, más kerületekbeli ügyeket nem is követünk. És ezért az volt a koncepció, hogy csináljunk egy hatalmas nagy adatbázist magyarországi korrupciós ügyekről, illetve egy térképet is ehhez. És két irányba indultunk el, az egyik az volt, hogy honnan lehet információt szerezni, az egyik az, hogy emberek mesélnek történeteket, megosztanak velünk ilyen történeteket, a másik az, hogy amit már valaki felderített, hogy a sajtó megírt, ezeket gyűjtjük össze. Úgyhogy két dolgot csináltunk, az egyik egy ilyen sajtó monitoring rendszer, a másik pedig hát egy ilyen whistleblower felület, ahol emberek küldhettek be történeteket. Az utóbbi az annyira nem volt sikeres, noha kaptunk mindenféle történet, de nagy része olyan volt, ami inkább ilyen egyéni sérelmekről szólt, tehát ez az ága a dolognak lassan elhalt, és azóta mások ennél sokkal jobb bejelentő felületeket csináltak, de a sajtó adatbázis az szépen épült tovább.
És most már nagyjából 25 ezer újságcikk van ebben az adatbázisban. A lényege az, hogy ugye mivel a korrupció egy kényes téma, illetve a közpénzzel való visszaélés egy kényes téma, csak a legritkább esetben írják le valamiről, hogy ez korrupció, vagy használják azokat a büntető jogi kifejezéseket, amik alapján ezeket be lehet azonosítani. Általában inkább az újságírók, vagy egy ügyben nyilatkozók csak sugallnak valamit. És nekünk az volt a célunk, hogy mivel ez egy manuális sajtófigyeléssel történik, hogy pont ezeket a sugalmakat is értelmezzük, és ezt szerint ebben az adatbázisba betesszük, és akkor mi található ebben az adatbázisban? Gyakorlatilag újságcikkek, mint egy könyvtárban linkel az eredeti cikkekhez, tehát mi nem másoljuk le, vagy nem vesszük át egy az egybe, csak mint egy ilyen kartotékkal rögzítjük, illetve címkékkel látjuk el, hogy milyen személyek, cégek, helyszínek érintettek, illetve milyen témák relevánsak egy-egy ügy kapcsán. Tehát mondjuk, hogy ez egy közbeszerzés, EU támogatásokkal kapcsolatos, adócsalás történt, sikasztás történt, élelmiszeriparhoz kötődik, autópályaépítéseket, ami körülírnak egy-egy ügyet. És csináltunk aztán hozzá egy térképet is, tehát hogy gyakorlatilag a magyarországi megyékre kattintva látszik, hogy melyik településekenről hány hír érkezett. Nyilván ez egy teljesen szubjektív dolog, tehát ez mindez a sajtó tükrében értelmezendő, ahonnan érkeztek hírek, vagy ahol születtek hírek, ott vagy sok hír, ott ugye nagyobb egy fölty, és ott több esetet is rögzítettünk. Nyilván hát most itt nem látszik, de mondjuk Budapesthez kapcsolódik természetesen a legtöbb ügy. Ami az egyik célunk volt, és ez csak egy ilyen nagyon mellékesen jegyzem meg, hogy a vidéki ügyek is sokkal inkább előtérbe kerüljenek, az csak félig sikerült, ugyanis azt kellett tapasztalnunk, hogy nagyon gyenge Magyarországon a vidéki oknyomozó újságírás kapacitás hiány miatt is, és az egész vidéki média piac miatt is, ez biztos majd másik ponton szóba került, tehát hiába szerettünk volna nagyon sok vidéki ügyet ebbe az adatbázisba, messze nincs annyi, mint amennyi szerintünk lehetne, vagy amennyi Magyarországon amúgy van. És akkor mesélek egy másik projektünkről, ami már elindult, de még igazából még sem, mert ezen dolgozunk, már elég régóta, és ez arról szól, hogy van ugye ez a, úgy indult az ötlet, hogy van ez a K-Monitor adatbázis, ami újságcikkeket gyűjt, és ugye személyek, szervezetek szerepelnek, vagy kötődnek az újságcikkekhez, de arra gondoltunk, hogy sokkal érdekesebb lenne azt megnézni, hogy valójában mi a kapcsolat az ebben szereplő résztvevők között. Tehát mondjuk azt, hogy egy ügyben vagy egy cikkben érintett két személy együtt járnak vadászni, vagy rokonok, vagy kollégiumi szobatársak voltak, vagy hasonló kapcsolatok, vagy hogy cégek pereskedtek egymással, ilyesmi. És elkezdtük ilyen alapon feldolgozni azokat a cikkeket, amik a másik adatbázisban vannak. Majd gondoltunk egy nagyot a Transparency-vel és a TASZ-szal közösen, hogy hát miért nem teszünk ebbe az adatbázisba még több információt, leginkább olyan közpénzköltésekkel kapcsolatos információkat, amik elvileg nyilvános adatok, de nehéz hozzáférni ezekhez. Úgyhogy amit csináltunk, hogy elkezdtük különböző állami honlapokról, a közbeszerzési hatóság honlapjáról, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról, illetve a Vidékfejlesztési Hivatal honlapjáról azokat a különböző közbeszerzésekre, EU támogatásokra vonatkozó információkat letölteni, amik ott vannak, de hát ilyen nagyon nagy adatbázisokban, és nagyon kevesen nézegetik ezeket. És a cél az volt, hogy ezeket összekötjük céginformációs adatokkal, tehát azt lássuk, hogy kik vannak azok mögött, a cégek mögött, akik ezeket a közpénzeket
elnyerik. És ezeket, ezt összekötni ugye a már meglévő adatokkal, hogy, hogy az újságcikkekből kinyert kapcsolati rendszerek. Na most amiért ez a projekt ilyen iszonyatosan sokáig tartott, és még mindig nincs kész, az az, hogy az állami adatközlés az borzasztó rossz minőségben zajlik, tehát nagyon nehéz mondjuk egy közbeszerzés esetében számos, nagyon sokféle néven szerepelnek cégek, ugyanaz a cég 5-6 néven található meg, ugye a programot meg kell tanítani, hogy ezeket a hasonló nevüket próbálja meg összekötni, felismerni, rosszul töltenek ki különböző dokumentumokat, és a robotprogramok, akik dolgoznak, azok ugye nagyon pontosan kell, hogy tudják, hogy ha itt van egy pont, akkor itt ér véget az összeg, itt kezdődik egy projektnek a megnevezése. Szóval nagyon sok technikai nehézség van ezzel. Nagyjából így néz ki a honlap, tehát ezen személyek, szervezetek és tranzakciók vannak, ezek között lehet keresni, illetve kapcsolati hálókat felrajzolni. Ez például Simicska Lajosnak az első szintű kapcsolati hálója. Itt cégek és személyek láthatóak, és aztán akár lehet ennél mélyebbre menni, ez is Simicska Lajos kapcsolati hálója, hogyha két szint mélységig lemegyünk, és akkor utána ezek a nagy karikák vagy gömbök, ezek azt mutatják, hogy az emberük kiknek milyen nagy kapcsolati hálója van még. Tehát valami ilyesmit tud ez a rendszer, de hát még azért nincs ez kész. És akkor itt vannak az információk példaként, hogy miket látunk, tehát mondjuk a Szentes Város önkormányzata esetében itt letöltöttük ugye az önkormányzati képviselők adatait is, kik ülnek az önkormányzatban, mekkortól meddig, milyennek a forrása. És az is látható, hogy egy adott önkormányzat kiknek milyen közbeszerzéseket osztott ki, milyen cégek kaptak a legtöbbet, vagy ugyanúgy egy-egy cégnek az adatlapját megnézve látható lesz, hogy ők milyen forrásokból, milyen állami pénzeket nyertek. És akkor ez egy projekt, ami most fog indulni, ezt még nem kezdtük el, de ez kapcsolódik. Ez pedig a közbeszerzésekkel kapcsolatos, és az a lényege, vagy az egyik nehézség, hogy 3 naponta jelenik meg Magyarországon a közbeszerzési értesítő, 2 naponta, 2-3-szor jelenik meg a közbeszerzési értesítő, amiben ugye több száz közbeszerzés található, és gyakorlatilag képtelenség azt ezeket egy újságírónak, vagy egy állampolgárnak, de egyébként hivatalnokoknak is végiglapozni és megnézni, hogy ezekből mi lehet az, ami gyanús, ami esetleg egy korrupt közbeszerzés. Úgyhogy azt próbáljuk itt majd csinálni, hogy megint ilyen robotprogramok segítségével korrupciós mintákat és sémákat keresünk közbeszerzési pályázatokban, kiírásokban, és megtanítani ezeket a robotprogramokat arra, hogy amikor egy közbeszerzést kiírnak, és ezt nyilvánosságra hozzá, akkor fölismerje ezeket a sémákat, és jelezzen pirossal, hogyha valami gyanús. És az csak ugye annyit jelent, hogy itt van egy kockázat, az majd aztán a civileknek, vagy az újságíróknak a dolga, hogy ennek aztán utána nézzenek, de egyfajta szűrőt beépít, vagy akár olyan szűrőt, hogyha mondjuk egy adott újságíró feliratkozik, hogy ő mindig akar egy e-mailt kapni, hogyha a X cég nyer egy közbeszerzést, akkor ez is működni fog. És akkor még röviden egy-két projektünkről, amin dolgozunk. Ez egy mobil alkalmazás, ami az adatbázisainkhoz kapcsolódik. A Kászpoc, ez a munka címe, most ez még nincs kész, és nem biztos, hogy ez lesz a végső neve. De ez az a lényeg, hogy az ember, amikor kicsit mint a Foursquare-en, hogyha valahol ücsörög, vagy kávézik, és rámegy erre a térképre, akkor látja, hogy a közelben milyen közpénzköltések, vagy korrupciós ügyek voltak, ezekhez küldhet informát, vagy tehet kommentet, megnézheti a részleteit, és akár azt látja, hogy a saját, tehát hogyha beállít mondjuk egy bázist, akkor látja, hogy az ő lakókörnyezetében, ha egy új ügy történik, vagy egy cikk megjelenik ilyen témában, akkor ez miről szól. És egy másik projekt, amit nemrég indítottunk el,
Ez az adatokhoz kapcsolódik, az opendata.hu, ez pedig egy olyan oldal, hogy azok, akik nagyon sok adatot dolgoznak fel, vagy adatokkal adatokat elemeznek, vagy akár maguk adatokat gyártanak. Nyilván minket itt leginkább a közpénzes vonatkozás érdekel, de ezenél egy sokkal tágabb projekt, az itt megoszthatja mindezeket az információkat, tehát akár meteorológiai, akár közlekedési, akár térképészeti adatok, amiket aztán szabadon mások felhasználhatnak. És egy kicsit kapcsolódik egy másik projektünkhöz, ami most indult, az pedig az, hogy szeretnénk abban segíteni más civil szervezeteknek, hogy az ő saját érdekérvényesítő munkájuknál sokkal inkább használjanak nagyobb adattömegeket, elemezzenek adatokat, és a munkájuk során ezeknek a bemutatásával, vagy az adatvizualizációs segítségével sokkal könnyebben rámutassanak olyan társadalmi, szociális, gazdasági problémákra, amiket egy földi halandó számára amúgy nagyon nehéz megérteni, mert mondjuk azt kéne, hogy valaki átolvasson és végig böngészel mondjuk egy 100 vagy több ezer soros Excel táblát, tehát ez egy kicsit ahhoz egy bázis, hogy ilyen adatokat, adathalmazokat gyűjtünk, amiket aztán tovább lehet használni. De ez egy kicsit már eltávolodott az eredeti korrupcióellenes koncepciótól. Úgyhogy röviden ennyi, amit mi csinálunk. Köszönöm.